A Radnóti Miklósról tartott előadást Tóth Péter Loránd versvándor csütörtök este a Honvéd kaszinóban. Az irodalmi est vendége néhány évvel ezelőtt végigjárta a költő útját, így saját élményeiről is beszámolt az érdeklődőknek. Radnótitól fogunk hallani egészen különös módon és egészen különös élmények alapján Tóth Péter Loránd versvándor. Radnóti költészete már egészen fiatal korában megragadta Tóth Pétert, akkori magyar tanárának köszönhetően. Ahogy elmondta, már akkor megfogalmazódott a célkitűzése, amikor a szomorú sorsú költő írásaival és életével először megismerkedett. Amiket olvastam a verseink keresztül, engem nagyon megfogott ez a történet, ez az élni akarás, ez a küzdeni tudás. Én látni akartam a helyszíneket, ahol ugye Radnóték átmentek a menettel Bortól egészen Abdáig. Meg szerettem volna nézni Lager Heidenaut, hogy hol írta ugye ezeket a verseket, vagy Cservenkát, és sorolhatnám, és akkor magamban elhatároztam, hogyha egyszer nagyfiú leszek, és úgy alakul az életem, akkor szeretném végigjárni Radnóti Miklós útját. Az előadó művésznek végül 2019-ben sikerült végigjárnia az erőltetett menet útvonalát. Mint fogalmazott, rendkívül nehéz összefoglalni, hogy milyen élményekkel gazdagodott, és mit adott neki az út. Rengeteg emberre találkoztam az úton, akikkel sikerült beszélgetnem Radnóti Rékről, meg a versekről. Nagyon sok alázatosságot tanultam az úton. Nagyon a Radnóti nem meldöngető hazaszeretetéről is sokat gondolkodtam, meg elmélyedtem. Különben nagyon sokat imádkoztam az úton, és mint egy ilyen zsolozsmaként mormoltam a Bóri Notesz verseit. A versvándor további gondolatairól és az estről bővebb összefoglalót láthatnak kulturális magazin műsorunkban. Látod el estelenik, és a szöges bukta beszegett vad töltkerítés barak, oly levegő, felszívja az este. Rapságunk keretét eleveszti a lassú tekintet, és csak az ész, azt tudja a drót feszülését.